Az emlékműsor a magyar himnusszal és az emléktábla megkoszorúzásával kezdődött a nagy temetőben. Március 15-e minden magyar ünnepe, bárhol is él a világon, jelentette ki beszédében Kávai Szabolcs, a községi tanács oktatással megbízott tagja. A dicső, felemelő, ugyanakkor a tragikus történelmi események kötnek össze és kovácsolnak egy nemzetté bennünket, magyarokat. Tehát nem csak az egyedülálló, a világon egyedülálló, gazdag nyelvünk, hanem a közös történelmi tudatunk is meghatározza a magyar nemzethez való tartozásunkat. Az eseményen Magyar Kanizsa testvérvárosa Tata küldöttsége is jelen volt. Tavasszal minden más címmel kiállítást tekinthettek meg az érdeklődők, Súlyog Teréz képzőművészeti alkotásaiból a Dobó-Tihamér képtárban. A tavasszal mindig egy kicsit az ember újra inspirációt nyer, és egy kiállítás jó alkalom arra, hogy feltöltődjön, és egy új kezdet, új képek megnyitására ad lehetőséget. Magyar Kanizsán is ugyanazok a gondolatok jutnak az ember eszébe, mint máshol a világon ezen az ünnepnapon. Ez pedig a nemzeti értékek megőrzése és az itthon maradás fontosságának a megértése, mondta Fejsztámé Róbert polgármester. Nemzeti összetartozás fontosságát és a szülőföldnek a fontosságát, főleg a mai világban, amikor egyrésztől az internettel kell harcolnunk, másrésztől a gazdasági megélhetéssel és fizetésekkel kell harcolnunk, és ebben a világunkban borzasztóan nehéz ezeket az értékeket közvetíteni, ezekre az értékekre fölhívni a figyelmet. Sors nyis nekem tért címmel látott a közönség verses zenés összeállítást, Szemerédi Bernadett és Széplaki Géza előadásában a Városháza dísztermében.